Sziasztok, Erdei Zsolt vagyok. Az ökövás alapjai harmadik részben megpróbálom megtanítani nektek, vagy legalábbis megmutatni a bal, illetve a jobb egyenes ütéseket. Az első részben ugye átvettük az alapállást, azzal mindenki tisztában van. A balkezesek mindent fordítva csinálnak. Ezt mindig ki kell hangsúlyoznom, ugye a balkezeseknek a jobb kéz van elől, bal kéz hátul, és fordítva a jobb kezeseknek a bal kéz elől, jobb kéz hátul. Ha megvan az alapállásunk, lehet ütni a bal egyenest lépés nélkül is, ez csak egy ilyen sima feltartó balegyenes, bár én többnyire támadó balegyenes szoktam elsőre oktatni, ami azt jelenti, hogy előre lendülök a lábammal is. Tehát a bal lábbal becsúszok, szépen alig emelem föl egy centire a talajtól, és ezzel egy időben nyílegyenesen kilövöm a balegyenesemet. Nézzétek ezt a forgató mozdulatot. Ez is nagyon fontos, hiszen a centrifugális erő is a dinamikában, az erőben fontos szerepet játszik. Tehát belépek, kifújom a levegőt, ahogy jön vissza a bal kéz, ugyanúgy visszajön a bal láb, de csak addig, hogy az alapállás megmaradjon. A jobb kéznél minimálisan belépek bal lábbal, ráhelyezem majd a testsúlyt, miközben a jobb kezemet kinyújtom. Látjátok, az egész törzsemet elcsavartam. A jobb lábam úgy működik, mintha egy csikket tapostam volna el az utcában. Mutatom még egyszer, szépen lassan, kis belépés, pak, kinyújtom a jobb kezemet, rácsavarom az öklömet. Nagyon fontos, hogy az a kéz, amelyik nem üt, az mindig fönnmaradjon a helyén, mert ugye lehet, hogy az ellenfél pont elkapja azt a ritmust, amikor ütök, és megpróbál majd keresztbe verni. De ha itt a bal kezem, akkor azzal ki tudom védeni. A másik fontos dolog, amikor az ember üt, automatikusan kinyílik, tehát mindent nem tud igazából védeni. Amikor most ütöttem például ezt a jobb kezet, akkor itt kinyílt az oldalam, itt sebezhetővé váltam. Ha az ellenfél elkapja a tempót és odaüt egy felütést, akkor azt kérem, beszedtem. Igazából ezek az ütések védhetetlenek. És egyetlen praktika van arra vonatkozólag, hogy amikor ütsz és kinyílsz, minél kevesebbet legyen nyitva, hogy piszok gyorsan végrehajtod a mozdulatot. Akár a balegyenest, látod, kinyílt a testem, tehát sebezhetővé váltam, mert aki ezzel egy időben elkapja a tempót és lenyújt egy balegyenes testre, akkor ő ugye megütött engem. Tehát az egy pont az ellenfélnek. Ezért az van, hogy minél gyorsabban megpróbálom végrehajtani a mozdulatot, hogy ne kapja el az ellenfél a ritmust. Tehát próbálom, kinyújtottam, gyors voltam. Ha elkapta a tempóját az ellenfél, akkor megüthetett akár testen, de ha minél gyorsabban visszarántjuk a kezünket, akkor annál kevésbé vagyunk, kevesebb ideig vagyunk sebezhetőek. Tehát a kimeneteli gyorsaságnak meg kell egyezni a visszajöveteli gyorsaságnak, illetve fordítva, tehát minél gyorsabban megy ki az ököl, annál nagyobb valószínűséggel találok jó ütembe, viszont nagyon-nagyon ki kell hegyezni a hangsúlyt arra, hogy az ütés ugyanazzal a tempóval jöjjön is vissza, és zárja el a testünket, ne legyünk ezáltal hosszú ideig sebezhetőek. Köszönöm a figyelmet, tartsatok velünk legközelebb is, és a következő részben megmutatom nektek a felütéseket.